Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, ezúttal vendégem itt a kávéházban Borosné Spielmann Vivien, aki amikor megérkezett egyébként úgy mutatkozott be, hogy sziasztok, Boros Vivi vagyok. Tehát a férjezett nevedet mondta. Szia, üdvözöllek! Igen. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen szép nevem van. És hogy miért is vagy most itt, vagy én miért gondoltam, hogy érdekes az életed? Azért, mert hogy Vivinek és a férjének 7 gyermeke van. Én több helyen olvastam már róluk, van egy videoblogjuk is a YouTube-on, vlogolnak, ahol nyomon lehet követni az ő életüket, és különböző magazinokban is olvastam egyébként rólad így cikkeket, tehát innen ismerem én így távolról a te életedet, ugye személyesen nem olyan régóta ismerjük egymást, de nekem nagyon szimpatikus, ahogy ti a gyerekeitekkel, meg így a család életeteket, ahogy élitek. Köszönjük. Hogyan lett a 7 gyermek? Miért pont 7? Elhatároztátok, hogy 7 lesz? Egyetem mióta ismeritek egymást? Mi mozgatja ezt az egész kapcsolatot? Akkor kezdjük is az elején. Én 2004-ben 14 éves voltam, így az elején is lőttem, hogy hány éves vagyok, és egy nagyon szuper ifjúsági táborba irattak be a szüleim. Én megmondom őszintén, egy kicsit óckodtam tőle, mert féltem a táborozástól, de a világ legszebb és legjobb döntése volt, hogy oda beirattak engem. Ugyanis ott találkoztam a férjemmel, aki, mivel 2 évvel idősebb nálam, ezért 16 éves volt, én 14, és nem mondom, hogy azonnal tudtam, hogy ő az igazi, de éreztem, hogy vibrál körülöttünk a levegő, és éreztem, hogy őt nem csak bizonyos dolgok érdeklik egy nőn, hanem tényleg én érdeklem. És ez egy óriási erővel bírt, és ahogy elkezdtünk beszélgetni, kellett egy negyed óra, de én a negyed óra után beleszerettem. Tehát azért kellett egy negyed óra. Tehát ez egy tinikori szerelem, és azóta tart. Igen, ez nagyon ritka és különleges szerelem. Dolog szerintem a mai világban. Így van, és minden oda vezethető vissza arra a táborra. Ez 2004-ben volt Dobos-Szanazúgon, az északi középhegységtől nem messze. Nagyon jól éreztük magunkat, de gyakorlatilag minden körénk épült, ami a táborban volt, tehát igazából már nem is nagyon figyeltünk más dolgokra, csak egymásra, mikor tudunk találkozni, mikor van éppen ebéd, vacsora, mikor tudunk egy kicsit beszélgetni. De nagyon hálás vagyok a gyülekezetünkért, mi járunk gyülekezetbe, és a gyülekezeten belül volt ez a tábor. Tehát abszolút karakterformáló erővel is bírt az egész közösség, meg tényleg az, hogy ott találkoztunk. Területileg egy helyen éltetek? Ugye a férjem ő Tolna megyei szedresi származású. Ő Pécsen született, de viszonylag hamar, azt hiszem, ilyen 6 vagy 7 éves kora körül átköltöztek már Szedresbe. És én pedig Szombathelyen születtem, Vas vármegyében, és hát igazából 10 éves koromtól Sopronban éltem. Úgyhogy egyáltalán nem ugyanarról a helyről származunk, és csodálatos amúgy tényleg, hogy 2 emberi szívet, 2 különböző helyről az országból összekalapált ez a tábor. És akkor, amikor 14 évesen találkoztatok, akkor utána hogyan alakult a kapcsolatotok? Hogyan tudtátok ezt így egyben tartani? Nagyon jó barátság köttetett ott a táborban, hogy megbeszéltük, hogy havonta találkozni fogunk. Mert Budapesten van a nagy gyülekezet, ahova jártunk már akkor is, és minden hónapban egyszer tudtunk találkozni. Tudtatok. És akkor mikor házasodtatok össze, és mi történt az idő alatt, amíg össze nem házasodtatok? Jó, hát mi megjártuk a hadak útját. A férjem egyetemre ment 2006-tól igen, mi pedig 2006-ban, szeptemberben kiköltöztünk Izraelbe. Megmondom őszintén, hogy nagyon hálás. A szüleiddel és a testvéreiddel? Együtt a családdal, igen, bocsánat, nekem van egy öcsém 2 évvel fiatalabb nálam, és egy húgom, aki 11 évvel fiatalabb, anyukám és apukám, mi így együtt fogtuk a kis cokmókunkat, nem kicsit sokat, és kiköltöztünk a családostól. És nagyon nehéz volt nekem, mert én már akkor nagyon-nagyon megszerettem a Jocót, és hoznom kellett, és édesapámnak hoznia kellett egy döntést, hogy költözzünk el. És nem vihettem őt magammal, hiszen ő egyetemista volt akkor már, és nem is mondhattam el senkinek, hogy elköltözünk, ez fájt a legjobban, mert titokban költöztünk ki. És ott szembesültem azzal, hogy a szívem, amit megnyitottam az életem szerelme előtt, azt most így össze kell zárnom, mert de ő tudta, maradtam. Hogy kiköltöztök. Utólag tudta csak meg, ugyanis nem beszélhettem róla. Nagyon nehéz időszak volt. Azt hozzáteszem, hogy 2006-ban volt köztünk egy mosolyszünet is, mert én megtorpantam, ugyanis nem igazán éreztem sehonnan sem támogatást a
kapcsolatunknak a folytatásához. Ugye amikor az embert nem támogatja jobbról-balról, például a család, akkor elbizonytalanodik. És én azt éreztem, hogy túl fiatal vagyok ehhez az egészhez, ezért én mondtam a Joe-nak, amúgy én Joe-nak hívom, hogy egy kicsit szüneteljünk, és hogyha Istentől van, akkor úgyis meg fog állni. És 2006-os évünk az úgy telt, hogy nem is nagyon kommunikáltunk egymással, amit utólag nagyon-nagyon bánok. És úgy is költöztem ki, hogy abszolút egyedül maradt a szívem, és egyedül hagytam az ő szívét is, úgyhogy nem volt könnyű, megmondom őszintén. És aztán hogy történt? És a folytatás pedig egy abszolút love story és egy sikersztori, mert 2006-tól 2008-ig újra felvettük egymással a kapcsolatot. Az is egy csodálatos dolog volt, ahogy ez így sikerült. 2006-ban én elkezdtem Izraelbe iskolába járni, folytattam a gimit, amit elkezdtem Magyarországon, majd 2007-től el kellett nekem is kezdenem dolgoznom 17 évesen odakint, mert kellett egy kicsit segítenem a szüleimnek anyagilag. Ezért én ott hagytam a sulit, megmondom őszintén, és nagyon sokat dolgoztam egy nap. Tehát a napi 8 óra az úgy meg se kottyant már, mert volt olyan, hogy hétvégén ilyen 10-12 órákat lenyomtam. Nem egy húzamban, volt egy kis szünet, addig hazamehettem ebédelni, aludni a reggeli műszak után, de az esti műszakra vissza kellett jöjjek. Egy étteremben dolgoztam egy nagy hotelben, és én még Magyarországon csináltam egy e-mail címet, Gmail fiókot, amin annó beszélgettünk a férjemmel, de nagyon-nagyon sok ideje nem használtam, nem léptem be, mert nem volt időm leülni a számítógép elé, hát akkoriban még nem voltak okostelefonok, úgyhogy az embernek be kellett nyomnia a számítógépet, és rá kellett keresnie a Gmail fiókra. Én több mint egy éve talán már nem használtam, ezért a jelszavamat is elfelejtettem, és akkor még nem voltak ilyen hiper-szuper gyors jelszó emlékeztetők sem. És egyik este, amikor már nagyon-nagyon kivoltam, a lelkem nagyon oda volt, a szívem is nagyon szomorú voltam, akkor még nem vettük fel újra a kapcsolatot a férjemmel, 2007 év elején talán. Akkor megpróbáltam egyik este belépni újra a Gmail fiókomba. És addig-addig találgattam a jelszavakat, amíg hát körülbelül egy 20 perces sikertelen próbálkozás után végre be tudtam újra lépni, mondom egy év kihagyás után, és hát akkor elkezdtem sírni, mert amit ott láttam, az óriási volt. Több mint 30 darab e-mail jött a férjemtől egymás után, és mind a 30 olvasatlan volt. Ez egy kicsit ilyen szexis New Yorkos. Igen, amikor a... abszolút, igen. Abszolút. Tehát elmondhatom. Kerry olvasta a leveleket, igen. Igen, hogy és akkor erősödött meg bennem az érzés, hogy azt ő engem tényleg szeret. És előtte is éreztem, de amit akkor éreztem, azt kívánom mindenkinek komolyan egyszer, minden hölgy életében ez történjen meg, hogy ennyire érzi, hogy szeretve van, és nyitottam meg sorra az üzeneteket, most, hogy beszélek róla, most is majdnem elsírom magam, és csodálatos dolgokat írt tényleg a férjem, és az utolsót 20 perce küldte. Hát mondom, ilyen nincs. És én meg több mint egy pont évig... amikor próbáltál belépni, és küzdöttél akkor, vele, hogy akkor küldte az utolsó üzenetet. Milyen érdekes, hogy 3600 kilométerre egymástól ő is akkor ült le a gép elé, és én is akkor ültem le a gép elé, ugyanarra a platformra nyitottunk rá, tehát ez óriási dolog volt. És nagyon gyorsan rá is írtam, mert viszont volt ilyen chat funkció a Gmailben már akkor is, és hát ott újra minden szuper és szépséges dolog újra megtörtént, újra átéltük az elmúlt éveket, amikor összeismerkedtünk, találkoztunk. Én emlékszem rá, hogy eláztattam a billentyűzetet írás közben, annyira meghatódtam, és pár napig a B betű nem is működött utána. Úgyhogy hát óriási volt tényleg, és ott beszéltük meg, hogy nekünk minél hamarabb találkoznunk kell, sőt, mi több, nekem a férjem a kezemet megkérte, mikor 15 éves voltam, ő meg 17 volt, tehát mi akkor már elhatároztuk, hogy összeházasodunk egy szép napon, és akkor megerősítettük ott cseten, hogy ennek meg kell, hogy történjen minél hamarabb. Viszont én közöltem a férjemmel, hogy meg kell várni, amíg én a katonaságba bevonulok, mert Izraelben minden hölgy hat köteles, és legalább 2 évet le kell szolgálni. És mondta a férjem, hogy hát ezt nem szeretnék kivárni, úgyhogy minél hamarabb össze kéne házasodjunk ahhoz, hogy ne kelljen bevonuljak. És gyakorlatilag én 18 éves voltam, ő pedig 20, amikor összekötöttük már itt Magyarországon, Szekszárdon, nem messze ettől a helytől az életünket. És aztán Szedrecsbe költöztetek? Hogy hova?
Nem, utána még kimentünk együtt egy kicsi időre, egy pár hónapról van szó dolgozni Izraelbe, kicsit megszedjük magunkat, egy friss, fiatal házasok voltunk, meg vissza is kellett jönni, mert a férjem ő járt még egyetemre, Gödöllőre. Úgyhogy utána Gödöllőre költöztünk izraeli nyári munkánk után, haza Gödöllőre, vagyis vissza Magyarországra, és én onnan jártam be Budapestre dolgozni. A férjem pedig egyetemista volt, ő egy pici ideig nem is tudott dolgozni, aztán kapott ilyen diákmunkát. Úgyhogy mi Gödöllőn éltünk közel egy évig, majd utána beköltöztünk Budapestre, a belvárosba. És aztán hogyan vezetett az út ide vissza Tolna megyébe? Ez nagyon érdekes, mert Budapesten teltek múltak az évek, én nagyon sok jó munkahelyet bejártam ott a belvárosban, dolgoztam galériában, dolgoztam vegyi áruüzletben, és az az érdekes, hogy szinte minden helyen egy izraeli ember volt a tulajdonos. Tehát én így, még hogyha menekülnék is, akkor sem tudnám így az izraeli vonalat eltüntetni az életemből, és nem is szeretném, már megmondom őszintén. És a lényeg az az, hogy utána egy pár évre rá, hogy már ott éltünk Budapesten, én teherbe estem az első gyermekünkkel, Teodóra Ofrával, és jártam is terhes gondozásra vele, de fél éves korában jött be ez a H1N1 vírus Magyarországra, biztos emlékszel rá, 2010 év végén, 2011 év elején, és akkor úgy döntöttünk a férjemmel, hogy ismét Izraelt választjuk, kiköltöztünk, és ott született meg gyakorlatilag Teodóra Ofra, és viszont nem azonnal jöttünk vissza onnan, mert nagyon jól éreztük magunkat, találtunk jó munkahelyet, illetve ugye az én szüleim kint élnek, tehát még ők is segítettek egy kicsit az elején a szállásban, aztán a lakásban, és a többi, és úgy döntöttünk, hogy egy pár évet kint töltünk ismét. Úgyhogy nekem az első három gyermekem, azért is merek így előre lépni az időben, mert másfél év van a gyermekek között, ők ott születtek Izraelben, és mi csak ezután, 2011-ben mentünk ki Teodóra Ofrával, hogy megszülessen ott, és 2014-ben jöttünk vissza Magyarországra, akkor pedig már Szedresbe. És ugye 7 gyermeketek van. Így van. Összesen így terveztétek? 4 gyermeket terveztünk. Tehát mi már, amikor én 15 éves voltam, mert találkoztunk egy következő táborban is, 2005-ben, mi ott, mikor a férjem megkérte a kezem, mi megbeszéltük, hogy 4 gyermekünk, tuti, hogy lesz 2 lány, 2 fiú, el is terveztük, és mondtuk, hogy a 2 lánynak kéne előbb születnie, hogy ők majd segítsenek nekem a kicsikben, és praktikus. Ez is megtörtént gyakorlatilag, úgyhogy tényleg nagyon hálás vagyok az égieknek, és igazából, mikor a 4 gyermekünk megszületett, ugye a negyedik már Magyarországon, tehát ő 2016-os, 2014-ben még Izraelben éltünk májusig, és egy 5 hetes Jonatán fiúval jöttünk haza, ő a harmadik gyermekem, és hát a félvilágot átutazta, de végig aludta körülbelül az egész napot, és amikor 2 éves volt Joni, akkor született Dániel. A második gyermeket kihagytam, ő Olivia Rose, ő is Izraelben született amúgy. 2 lány már, a legnagyobb 12, a Rose pedig 11 éves. Tehát akkor végül is 2 lány, aztán 2 fiú. Így igaz. Ugye? Igen. Így jöttek, és akkor? Utána jött még 2 fiú, és a végét egy kislány zárja. És az a vicces az egészben, hogy nekem a férjem még az elején, a házasságunk elején azt mondta, hogy volt egy jó álma, hogy nekünk 3 lányunk lesz. De arról nem volt szó, hogy lesz 4 fiunk is. Közte lesz 4 fiú, igen. Igen, mert ugye a harmadik lány zárta a sort, ő a 7. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, és a második fiam, aki már Szekszárdon született, a Dániel, ő mondta nekem egyszer, hogy anya, azért született ennyi fiat, hogy majd, hogyha nagyok leszünk, te meg egy kicsit idősebb, akkor megvédjünk téged. Úgyhogy a fiúk nagyon jó dolgokat tudnak mondani, ugye? Ez óriási, igen. Nekem 3 testvérem van. Az én anyukám és az apukám, ugye 4 gyereket neveltek föl. Akkor te is én tudod, tudom, hogy milyen a nagy család, szerintem szuper. Így van. De nagyon hangos. Az biztos. Olaszos. Igen. Olaszos, hangos. Hogyan lehet 7 gyereket menedzselni, nevelni? Hogy működik egy napotok? Hogy működik az élet? Amit az elején szeretnék leszögezni, hogy nagyon jó rugalmasnak lenni. Tehát ez iszonyat sokat segít az életünkben, hogyha mondjuk van A tervünk, B tervünk, az csúcs, az mindenkinek van, de C, D, E, F terv is kell sokszor, nyilván nem mindig,
néha elég az A meg a B terv is, ez az egyik. A másik pedig, hogy nagyon sok türelem kell hozzá, ezt magamnak is mondom őszintén, hogy nem minden napom olyan, amikor a világ legtürelmesebb anyukája vagyok, de sokszor előfordul, hogy nagyon könnyen megy egy nap azért, mert lemondtam az idegeskedésről, és inkább azt választottam, hogy inkább csendben maradok, inkább lenyugszom itt belül, és akkor szólalok meg, amikor már totálisan chill vagyok, totálisan lenyugodtam, és a férjemmel így próbálunk élni tényleg, és így egyszerűbb ilyen sok gyerekkel. Nem mellesleg ugye a két nagylány, ők már tényleg nagylányok, kiskamaszok, rengeteget segítenek. Meg egyébként anyukám azt szokta mondani mindig, hogy azért volt jó, hogy mi négyen voltunk, mert hogy egymást is foglalkoztattuk. Tehát, hogy nem volt, nem, nekem egy kisfiam van, az egy kicsit más eset, ugye? Tehát ő neki szüksége van arra, hogy anya ülj le velem játszani, persze. Neki nincs egy kis haverja ott, a tesó haverja, akivel le tud ülni játszani. Szóval, hogy ez tényleg jó volt a mi gyerekkorunkban, hogy fogtuk magunkat és együtt leültünk, és nem kell állandóan egy ilyen szülői menedzsmentben lenni, hogy most akkor mi van. Ellenben döntőbírónak kellett lenni az én anyukámnak, hogy kinek van igaza. Így igaz. Ez hogy működik? Megmondom őszintén, hogy ezt napi szinten tapasztalom, és a fő döntőbíró nálunk apa, de ez nem jelenti azt, hogy én kevesebb lennék, vagy kevésbé vagyok erős. Minden esetre az atyai szó az visz mindent, az a Jolly Joker minden egyes szituációban, és volt olyan már nagyon sokszor, meg van folyamatosan, hogy nem tudok egyedül dönteni napközben a történések közepette, mert van tényleg ötféle sztorim, és hát így tegyek igazságot a gyerekek között, úgyhogy inkább megvárjuk az estét, vagyis a délutánt, amikor apa megjön, de általában ő jön a sulisokkal, ugyanis mindenki itt Szexádon tanul, meg dolgozik, és mikor hazajön mindenki, akkor van egy dolog elővéve, egy probléma elővéve, és együtt családosan megbeszéljük, és én nem vagyok annak a híve, hogy külön szobába vonuljunk azzal, akivel éppen probléma volt, hanem hogy a többiek is legyenek ott, hogy ők is tanulják meg, hogy mit illik, mit nem, ők is hallják a történéseket, és gyakorlatilag mindent együtt próbálunk megoldani. Vannak olyan szituációk, amikor például nekem kell azonnal döntenem, de akkor is megpróbálok minden egyes embert, totálisan függetlenül attól, hogy én mit érzek, mit gondolok, végighallgatni, és úgy dönteni. De tényleg ez is a türelem, itt is a türelem a kulcs, tehát a türelem nélkül ez sem menne, szerintem. Szerintem a legjobb türelmet tanító kis lények a világon a gyerekek. Az biztos, és a legjobb karakterformáló lények is. És van nektek egy YouTube csatornátok, ahol követni lehet az életeteket. Miért döntöttél, vagy döntöttetek úgy, hogy létrehoztok egy ilyen csatornát, és ott tulajdonképpen bemutatjátok, vagy közszemlére tárjátok azt, hogy hogyan is éltek? Mi volt ennek a motivációja? Képzeld el, hogy nekem már évek óta mondta több ismerősöm is, hogy hát vagy könyvet kéne írnom, vagy YouTube csatornát csinálnom. Különben nagyon jó sztorizó vagy egyébként, tényleg. Köszönöm. És mivel időm nagyon nincs könyvet írni, pedig nagyon-nagyon írnék, megmondom őszintén, tehát van a szívemben, lehet, hogy majd egy kicsit később, amikor a gyerekek már nagyobbak, csikák lesznek, lesz több időm, akkor lehet, hogy elkezdek egy könyvet is írni, de úgy mindig motoszkált bennem, hogy vajon miért mondják ezt az ismerősök, a barátok, hogy YouTube csatorna, és hát így elvetettem a dolgokat, mert mondtam, hogy nekem még arra sincs időm ennyi gyerek mellett, de aztán rájöttem, hogy nem lehet mindent a gyerekekre húzni. Tehát az embernek, az ember lányának, azért nőnek is, feleségnek is kell magát kicsit érezni. Kicsit kell magadnak is venni. Pontosan. Az életből. És nekem az, hogy lett egy YouTube csatornám, ez egy én idő is. Megmondom őszintén, tehát nekem ez a hobbim, és már ugye munkává nőtte ki magát, hála Istennek, de én nem munkaként kezdtem. Tehát én abszolút hobbistaként kezdtem, hogy nekem most ez kell, és el kellett oda jussak, hogy ezt érezzem, mert először nagyon idegen volt tőlem ez a dolog, és az hozta meg ennek a gyümölcsét, hogy 2019-ben ugye bejelentették a Covidot globálisan, és nagyon aggódtunk, meg reméltük, hogy nem jön be Magyarországra, de hát mindannyian tudjuk, hogy ez nem így történt. És 2020 márciusától pedig már ugye a gyerekek is otthon voltak, mind az ovisok, mind a sulisok, mert nem járhattak közösségbe. És ez idő alatt éreztem először azt, hogy na nekem most tényleg csatornát kéne csinálnom, de még itt se vitt rá a lélek, és az idő itt tényleg véges volt. Úgyhogy 2020-ban járunk, viszont novembert írunk már, és novemberben elkaptuk életünkben először a Covidot. Családilag? Családilag. Nagyon nehéz volt.
Valószínűleg a gyerekek hozhatták haza, de az az első, az az igazi, nehéz, erős COVID volt, ami nagyon megterhelte a szervezetet. Ha emlékszel rá, lehet, hogy te is. Igen, nekem is megvolt, igen. Igen, és én annyira rosszul voltam, és majdnem 2 hétig feküdni tudtam csak, szinte mindent a férjem és a gyerekek intéztek. Eleinte a férjem is nagyon rosszul volt, hogy én megmondom őszintén, nem voltam abban biztos, hogy túlélem. És ezt tényleg a legnagyobb őszinteséggel mondom neked, hogy én csak azért nem mentem be a kórházba, mert félek az ilyen dolgoktól, de nagyon nehezen tudtam levegőt venni, lélegezni, és borzasztó érzés volt ott az ágyban, az ágyat nyomni, az ágyban feküdni, és nem tudtam olyan mélyről, tudod, igen, mélyről jövő jó nagy levegőt venni, és nagyon sokszor éreztem azt, hogy a szívem is félrever, akkor mindemellett kaptam egy vesegyulladást két oldalit, tehát nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és én az, hogy itt ülhetek, és itt veled beszélhetek, én azért nagyon hálás vagyok az egész életemért, és akkor világosodtam meg, hogy nekem kell ez a csatorna, és nem hiába mondják az ismerősök, mert erről a COVID-os sztoriról is már beszéltem ott, de nem ez a fő téma, hanem a család és a nagy család, és hogy miért jó nagy családot vállalni, miért jó menni előre az úton, csinálni, miért jó házasságban élni, miért jó szeretni, hogyan kell, nyilván én is tanulom folyamatosan, de gyakorlatilag nekem a COVID utáni időszak, amikor úgymond megmaradt az ember élete, megmaradt az életem, és meggyógyultam, akkor határoztam el, hogy nekem szükség van erre, hogy csatornát készítsek. És több ezer követője van, ugye? Nagyon büszke vagyok, igen, mert 150 feliratkozom volt az elején, de az már azt jelentette, hogy voltak már tartalmaim a csatornán. Nem olyan sok, meg az előző évekből, még COVID előtt feltöltöttem egy, mit tudom én, egy ilyen hol videót, vagy ehhez hasonlót, de hagytam is, mert nem foglalkoztam vele, és akkor volt 150 feliratkozom, mára már az előbb nyitottam meg a YouTube stúdiót, 8312 követőnk van. Álmomban se gondoltam volna, hogy ilyen sikeres lesz a csatorna. És a tartalmak hogyan készülnek? Te veszed föl, te vágod meg, igen, te találod ki, hogy mi legyen? Abszolút én csinálom. Az én bohókás és anyukás stílusomban, ami mondtam, van ABCDEF tervünk is, mindig módosul, mindig egy kicsikét többet szeretnék adni, de nem szeretném összecsapni sem, tehát igyekszem a tartalmakat színesre, izgalmasra csinálni, és igen, én írom meg a tartalmat, hogy mi legyen. Nyilván szöveget nem írok, mert mindent úgymond random szeretek csinálni, csak magát a tartalmaknak a betáblázását szeretem eldönteni, és 2 hetente igyekszünk péntekenként a férjemmel jelentkezni egy podcasttel is, úgyhogy mára már egész jó kis csatornává nőtte ki magát. Azt mondtad, hogy szeretted volna azt megmutatni, hogy miért jó egy ilyen nagy család. Igen. Miért jó? Az embert átformálja egy sokkal pozitívabb személyé, mint amilyen volt előtte. Én például tudom magamról, hogy én egy önző ember voltam. Tehát nagyon sok mindent vásároltam magamnak régen. Hogyha volt egy szituáció, mindig azt néztem, hogy én hogyan jövök ki belőle a legjobban. De ha a szívünkre tesszük a kezünket, az embereknek a nagy része ilyen. Hát szereti saját magát, szeret előre haladni az útján. Viszont az, hogy az ember nagy családos lesz, az egy óriási plusz az életben, mert megtanul nagyon sok jó dolgot, türelmesnek lenni, multitaskingolni, ide is figyelni, amoda is figyelni, és ez az önzőség, ez így elmúlik. Tehát első lesz a család, első lesz a házastárs, és első lesz az, hogy neked a gyerekeket kell nevelni, és fenntartani, és etetned, itatnod, és a háttérbe szorulok egy kicsit, a háttérbe szorul az, hogy az én idő, meg az a nőiességem, de próbálok erre is időt szakítani nyilván, és kell is. És nyilván ez mondjuk egy nehézség lehet, igen, ebben. Azért biztos, hogy az is nehézség, ugye tudjuk mindannyian, nők főleg, férfiak csak távolról, hogy azért egy gyermeket hordani és aztán megszülni, az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolog. Óriási kihívás. És az első időszak, az ugye főleg az a legnehezebb. Igen. Tehát miután az én kisfiam megszületett, emlékszem, mentem fogorvoshoz, és akkor mondta a fogorvos, hogy ő ad nekem fájdalomcsillapítót, mondtam, hogy semmi szükség rá, nyugodtan menjen csak úgy, ahogy van. Semmit nem éreztem, mert előtte megtapasztaltam szerintem a világ legdurvább fájdalmát és legnagyobb fájdalmát, ami egyébként nagyon csodálatos dolog, mert nyilván ott tartod a kezedben a gyermekedet. A végkifejlett csodálatos, de igen. Az odavezető út, hát az úristen. Tehát álmaimban nem gondoltam volna 7 gyereket, tehát
amikor megszúlsz egyet, akkor utána úgy kicsit úgy jobban félsz a következőtől, nem? Ez abszolút így történt nálam is. Tehát én megszültem a Teodórát, Teodóra Offrát, én Offinak hívom amúgy a nagylányt, és tudod, van ez az extatikus öröm, amikor megszületik a baba, rátteszik, és úgy érzed, hogy na most azonnal még egyszer megszülnéd, de ja. Csak egy pár percig igen, tart. Igen. És utána, ahogy telnek a napok, a hetek, a hónapok, utána már van benned egy félsz, hogy hú, én ezt lehet, hogy soha többé nem vállalom igen. újra az életembe. Akár természetes, akár császáros szülés, lehet, hogy azt mondod rá, hogy nem, mert nekem ennyi elég volt. Na, én ugyanígy voltam, mert az első gyermek az úttörő gyermek. Ő hosszabb ideig, általában hosszabb ideig tart a megszületése, igen. és sokat szenvedünk vele. Nálam se történt ez másképp, 22 órát vajuttam vele, és a 23. órában született meg. Akkor már epidurálással, mert nagyon elfáradtam, megmondom őszintén. És viszont amikor éreztem, hogy jó lenne neki egy kis testvér, meg eszembe jutott az, amit a férjemmel beszéltünk a házasságunk előtt még, hogy mi mindenképp szeretnénk 4 gyermeket, én mondtam magamban, ha nem is 4, de 1-2 az úgy jó lenne. Valahogy így átment. Nem az agyamban, hanem a szívemben született meg először a vágy, és az felülírt minden más gondolatot, és mindenhol máshol. A félelemben. Így van. És amikor már a férjem is odaállt, és kérdezte, hogy mit szólnék hozzá, hogyha tényleg akkor folytatnánk a projektet, mi a véleményem erről az egészről, mi mindent megbeszélünk, mindent. Legkisebbtől a legnagyobb dolgokig én annak a híve vagyok. És akkor éreztem, hogy mivel már ő is mellém állt ebben a dologban, nyilván nem egyedül születik meg a döntés, ezért biztos, hogy itt van az ideje, ezért viszonylag hamar, 7 hónapos volt a kislányom, amikor bevállaltuk a következő babát, a következő várandóságot. Úgyhogy onnantól én azt kell, hogy mondjam neked, hogy annyira jó szülésélményem volt a másodiknál, hogy azt mondtam, és meg is azt mondom, és tovább is egészen a 7. gyermekig, hogy gyakorlatilag csodálatos volt, a legnagyobb fájdalommal együtt. Szerintem a szülőség az egy ilyen örökké tartó tanulási folyamat. Az mert hogy az embernek ugye megszületik a gyereke, és mindenki azt várja, hogy na most te akkor szülő vagy. De nem vagy szülő. Mert hogy igen. van egy, vagy egy nő, akinek ott lett egy kisgyereke, aki egyébként egy vadidegen kisgyerek, még akkor is, hogyha ott volt benned 9 hónapig, de nem ismered, nem tudod, hogy milyen ő. Egyrészt meg is kell ismerni, másrészt a szülővé válás az egy nagyon... Tehát 6 éves a kisfiam, és én most érzem azt, hogy úgy kezdek nagyjából ráérezni, hogy mit kell csinálni, és ráadásul még mindez hozzájön az, hogy amit döntünk, azt sose tudhatjuk biztosan, hogy az jó-e. Ez így van. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy rizikójáték. Ez így van. Egy nagyon kedves barátnőm mondta egyszer, és abszolút igazat adok neki, ő is egy 3 gyerekes anyuka, amúgy mára-már, hogy sose várj arra, hogy minden tökéletes legyen, mert akkor örökké csak várni fogsz. Ezt amúgy Zubor Rozi, igen, anya mondja. Nagyon szeretem a Rozit. És bele kell vágni, és az ember útközben tanul, ahogy te is mondod, hogy most kezded érezni azt, hogy mit jelent az anyaság. Én is nem azt mondom, hogy most kezdem érezni, de sok-sok év kellett ahhoz, hogy rájöjjek, hogy milyen anyának lenni. Említetted, a családod Izraelben él. Ott most van egy elég komoly konfliktus, egy háborús helyzet. Ez hogyan érinti a családodat? Téged hogyan érint? Hogy vannak ők? Megmondom őszintén, kezdjük azzal, hogy engem hogyan érint. Nagyon nehezen érintett, amikor ugye október 7-én szombat reggel felnyitottam a híreket. Már elmondhatom büszkén, hogy már 16 éve nincs tévécsatornánk. Úgy döntöttünk, hogy nem fizetünk elő semmilyen tévécsatornára, hanem az interneten keresztül a hírportálokon tájékozódunk. És ez történt szombaton is, október 7-én. És nagyon megsirattam azokat az embereket, akik elhunytak, meg máig is egy szomorúság van a szívemben ezzel kapcsolatban. De jó reménységgel vagyok, és hiszem azt, hogy minden rendben lesz, és vége lesz a háborúskodásnak. A szüleim és a testvérem biztonságban van. Azért mondom, hogy a testvérem, mert az egyikük már elköltözött egy másik országban. A húgom, ő Dániába ment férjhez, úgyhogy ő, hál' Istennek, biztonságos helyen van. A szüleim pedig az egyiptomi határ fölött Eilaton élnek, ahova képzeld el, hogy oda telepítenek át minden északról jött izraeli családot, úgyhogy abszolút biztonságban vannak, hála Istennek, és az öcsém is ott él a családjával. Úgyhogy nagyon szomorú vagyok, de reménykedek is, hogy minden rendben lesz velük, és napi szinten telefonálunk.
örülök neki akkor, hogy ők biztonságban vannak, és minden rendben van. Nektek pedig a legjobbakat kívánom, és remélem, hogy még hallunk rólatok, ha másút nem a YouTube-on. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és hogy beszélgettél velem. Én is köszönöm mindenkinek, szép napot és jó egészséget kívánok. A nézőknek a figyelmet köszönjük, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok.